1933-ban, tehát 80 évvel ezelőtt alapították a szülészeti nőgyógyászati osztályt. Egy jeles alkalomra az október 25-én megtartott rendezvényen emlékeztek a Gróf Tisza István kórházban. A tudományos ülés és ünnepség első momentuma az egészséges anya, egészséges gyermek alapítvány által kialakított családi szoba átadása volt. Az első programunk ennek az úgynevezett családszobának az átadása lesz, amelyet az egészséges anya, egészséges gyermek alapítvány hozott létre, és ezennel szeretnénk átadni biharnői lakosságának, terheseknek, várandósoknak, gyermekágyasoknak a használatára. Azonban el kell, hogy mondjam, hogy nem csak mi adunk az ünneplőknek, hanem az ünneplők, a betegeink is adtak nekünk az idén egy nagyon nagy ajándékot. Az év szülészete választáson a Berettyóújfalui Szülészeti Osztály összesítésben a 22. lett a 61 néhány kórházból. Úgy gondolom, hogy ez is egy szép eredmény. Azonban, hogyha a kategóriákat nézzük külön-külön bontva, akkor a gyermekágyas és az újszülött ellátás kategóriában az osztályunk az országban a harmadik lett. A 80 éves születésnapot mi gyakorlatilag egész 2013-ban ünnepeljük, és mint ahogy mondtam, rendhagyó születésnap formájában az ünnepelt ad az ünneplőknek. Így az idén mi kidolgoztunk egy olyan sorozatot, amelynek ez az utolsó momentum a mai nap, hogy így mondjam, a csúcspontja. Minden betegünk kap egy egységes lelettárolót az új logónkkal, ami most a falon is látható itt mögöttem, amit a Családi Kriszta festőművésznő térítésmentesen biztosított számunkra. Ezen kívül minden újszülöttünkről egy emléklapot készítünk, amelyen a saját talplenyomata látható, ezt odaadjuk az édesanyának, az első lépéseit megörökítjük a világba, a kisfiúk természetesen kéket, a kislányok természetesen rózsaszínt fognak kapni. Ezen kívül a ultrahangos laboratóriumba felszereltünk egy 107 cm-es plazmamonitort, amelyen keresztül a kismamák élvezhetik az ultrahangos felvételt. És a mai nap pedig a ünnepségünknek a csúcspontja a kórterem átadása. A kórterem átadása után egy rövid tudományos program következik, azonban előtte lesz egy felemelő pillanat. Szeretnénk díjazni azokat a szakembereket, akik segítették a osztályunknak a tudományos munkáját, az előrehaladását, illetve az osztályunkról nyugdíjban nem dolgozóinkat is szeretnénk kitüntetni. A tudományos program után pedig egy zenei blokk lesz, a Papa Dimitri Attila művésznő fog előadást tartani, illetve a Krisztának a kiállítását is meg fogjuk nyitni, ami utána egy héten keresztül látogatható lesz a kórházban. A most átadott családbarát szobákat az osztályon szülő valamennyi édesanyja és akár egy hozzátartozója is igénybe veheti térítési díj ellenében. A kórház dolgozói és családtagjaik kedvezményesen juthatnak a szolgáltatáshoz. A szalagot átvágó Póka Róbert elismerését és gratulációját tolmácsolta köszöntőjében. Ez egy nagy előrelépés, hiszen mai magyarországi viszonyok között viszonylag kevés szülészeti intézmény mondhatja el magáról ugyanezt, hogy egy ilyen mama barát kórteremnek, illetve egységnek a tulajdonosa. Fontos szempont az, hogy egy szülészeti intézmény rendelkezik-e bababarát minősítéssel. Mi magunk szülész orvosok arra törekszünk, hogy ne csak bababarát legyen egy intézmény, annak minden részletes kritériumát kielégítve, hanem mamabarát is legyen egyben. Ehhez képest jelen tulajdonképpen egy végtelenül egyszerű természetes előrelépést az, hogy családbaráttá válik egy intézmény, tehát nem kell korlátoznunk azt, hogy csak a testvér, csak az édesanyja, vagy csak a férj lehessen együtt a gyermekágyassal, a szülőnővel, hanem tulajdonképpen az egész esemény családi körben zajlik le, és ettől válik családbaráttá. Az ünnepség részeként adták át a jubileum alkalmából alapított elismeréseket, a Berettyóújfalu szülészetért, valamint az osztály örökös tagja díjakat.